Szép jó hajnalt mindenkinek! Thorin vagyok. Ez pedig az Order of Battle folytatása a Morningstar kampányunkkal. A korai japán kampányunk Kínában. Elég masszív térkép. Nagy adag csapatot kapunk. Északon 36 körünk van. Egyik kínai, másik, vagy egyik japán, másik japán, meg a kiegészítő csapataink. Nem tudom, hogy irányítani is tudjuk őket, vagy csak ott lesznek és ők függetlenül akcióznak. No, lássuk. Oké. Belső Mongólia és egyéb tartományokat támogassuk. Cél. A központ elfoglalása. A város nevek azok minden alkalommal mókásak lesznek. Lehetőleg dolgozzunk össze. Érezem úgy, hogy egyre kevesebb kontrollunk lesz fölöttük. Sőt, néhány mongol szövetséges erő is érkezik. Akkor ők mongoloknak számítanak. No. Lássuk. Győzzük le a vadászt. És akkor kapunk egy ászt. Foglaljuk el az összesen három mezőt, ha jól látom, és kapunk érte 150 petákot. És akkor a további területek meg 50 petákért. Meg ugye az a végcél. Tíz-tíz-öt bevétellel. No, miük van egy mongol lovasság? Nem olyan vészes. Egy jóval gyengébb másik mongol lovasság. Egy tank, stb. Viszont azokban van egy fél csillag. No, hát egyrészt gyógyítsuk fel a erőinket. Az úgy érzem belefér. Alapvetően mindegyiket szeretném behozni. Ebből tudok valami értelmes upgrade-et? Ebből a felderítőnk. Ma nem is kell. Teszi a dolgát. Ő ugye az elvileg az erősebb. Igen, ő az erősebb. Bombázunk. Nem jobb. Nem jó, de ez erősebb. Úgyhogy jön. Oké. Van még négy, azban mondjuk vegyünk egy vadászt, mert van egy feladat, hogy lőjünk le egy röpülőt. Vadászok ellen elvileg jobban. Ez jobban harcol. Mindenben jobb.
Hát legyen ez, aztán majd meglátjuk. Mennyibe kerül 3 pötty? Nem sok, és csak 7 repülőnk. 7 körrel van. Nem sok hely, nem sok idő, nem sok lehetőség. No, és akkor van 30 pöttyünk. Tudom upgrade-elni? Tudom. Megkockál, megfizetjük. Legyen 2 nagy tank. Egy használható tüzérség. És akkor a gyalogokból meg annyi, amennyi kifér alapvetően. Alapvetően mivel tudom ezt upgrade-elni? Nehéz gyalog, vagy gyors gyalog? Tanká nem tudom upgrade-elni. Az nem fér be a keretbe. De tudok hozni még egy tankot. Mondjuk akkor nem a zero. XP-sek jöjjenek, hanem a jól ellátottak. És vegyünk még egy tankot, az jó ötletnek tűnik. Vagy jobb ötletnek tűnik, inkább mondjuk így mondanám. Jó, lássuk, rengeteg körünk van. Majd kiderül. Sok-sok területet elfoglalni, egyébként az egész térképet. Idáig el kell jönnünk. Meglátjuk. Meg valahol van egy vadász. Őket teljesen szabadon irányítjuk? Ja. Próbálják meg azt a terepet meghódítani. Azt a kis falut. Annyival járuljanak hozzá. Felderítőnk. Végezzen némi felderítést. Sőt, nem azt kellett volna lépni, mert akkor oda be lehetett volna a tüzérséget tolni. Oké. Ezzel nem számoltam, hogy itt nem tudunk egyszer mozogni. Az első néhány körbe. De lehet, hogy ezért van 30 körünk, vagy
36 vagy hány körünk, mert itt az első néhány körben ez a... És akkor most nem csinálunk semmit. No, hát az első körünk az tényleg ennyi volt, úgy látom. Mi az ott? Egy másik felderítő. Legalább annyi. Nem viszi túlzásba, de annyi. Ott a repülő. Ott a vadász. Azt hiszem. Jó. Hát nem, nem kapkodjuk el ezt a támadást. Azt hiszem ezt nem mondhatjuk. De azért haladunk valamennyit. Mongol lovasság kontra kínai lovasság. Oké. Na hát haladtunk, haladgattunk. Annyit amennyit, ez az északi csomag, ez kimondottan lassúcska. De nem kell sietnünk. Még. Egyért kapsz hármat, ez teljesen jó kör nekem. Egálos támadás. Aj, nem annyira, mert négyet üt. Kettőért. A
igazából lovasság már nem szereti a helyzetét. Főleg így, hogy kergeti. Hétbe kerülőt föltölteni. De nem érdekes az ő XP-je, úgyhogy legyen 5. Azt írta, hogy 3 plusz. Hát én 3-at vesztettem, ő 2-t, úgyhogy nem igazán jött be a ígéret. És ott egy másik gyalog. Oké. Egy-egy, az nem erőltetjük meg. Azt a légi harcot. Jobb erőt, mondjuk ezt meg kellett volna nézni, hogy ott mi van. No, van valami, ami marad belőlük? Van. Azért menjél ennyit, annyit egyet menjél. Csak elindulunk, de úgy látom nagyon-nagyon-nagyon macerásan. Na mindegy, tüzérséget kiszedtük, ezt meg mellé állásra blokkoljuk. De nem egy gyors folyamat, na. Elmenekül a nyavaja. Egy és mennyit kapsz érte? 2, az teljesen oké. Okay. Kettőt, 3-ért, persze, hogy 3-ért, hát eddig a legtöbb harcunk az hátrányos volt. Gondolom most meg is hal. Hát, ha eddig nem, akkor most levadásza. És ingyen. És a szokásos, hogy ingyen teszi mindezt. Ó! Az igazán kellemetlen, hogy ezt ingyen tette. Ami azért nem jó, mert nem tudom pótolni őket, tehát azzal a mongol gazdaságon bukott, mint hasznos rész. Kénytelen volt oda visszavonulni.
Jó, viszont ha azt valahogy el akarom foglalni, akkor oda az egyiket vissza kell küldenem. Hát igazából egyébként itt ezt a lovast oda küldhettem volna még. Na mindegy. Így alakult. Oké. Ez mindig jó a... Ha nem ezt akartam tenni akció, az mindig helyes. Az mindig segít. Úgyhogy majd lassan ezeknek is vissza kell jönnie. Még legalább egy kis XP-t szerzett. Ha más nem. Jó, gyógyuljon. Ja, hát ez az egy, ami odaér. Mi akkor lője ki. Remek. Amennyire remek lehet. Az a híd üres, valami, legalább, ott meg rengeteg egység, beleértve egy légvédelmi. Pedig jó lenne az a reptér, nyilvánvalóan hasznos lenne. De egyenre nem lesz meg. No, kövkör. Az egységszám az, ami a katasztrófa. Főleg, ha ezeket meg akarom így szerezni vagy tartani. És simán levadásza a négyesre. Na, ennyit a mongol lovasságról. Szépen elpazaroltam őket. Hoho, amikor 3-4 gyalog föl gyülemlik egymáson. Na, a kérdés... Elvileg egy kör alatt visszaér, de úgy se tudom lelőni. Ilyen szempontból mindegy. Hát azzal nem számoltam, hogy elvonul. Akarom-e a plusz egy plusz egyet? Hosszú távon akarom, mert nekünk nem jutunk át itt. Természetesen úgy jött, hogy én egyet, ő kettőt. Természetesen. Hogy máshogy lehetett volna ez? Attól tartok ezeknek itt az ideje, hogy visszainduljanak. Nem föl kell tölteni, meg ő is főleg. Főleg és nagyon.
Jó. Jó, lovasságot bedaráltuk. Mondjuk akkor érdemes, és akkor ezt megszerezzük kényszerpályán. Upszi! Az nekem ott nem jó. Akkor töltsük föl jobb híján. Ezt is. Majd lesz itt egyszer erő. Hegyi gyalogság galátkodik. Rápróbálnak arra a tankra? Nem hiszem. De ki tudja. Egy kis tüzérkedés. Nem, legalább mondjuk viszont kapna, viszont támadnánk. De nem sokkal jobb. Az se. Hát, hátha. Nulla és egy. Értelemszerűen, hogy máshogy lehetne. Ups, egy csúnya ráfutás. Összességében még mindig nekem jött ki jól. De csúnyán ráfutottunk. Ja, de nem olyan drága. Azért a négy az négy. Azt vállalhatjuk. Mondjuk még egy vagy két körig maradhattak volna, de ezen nem fogunk vitatkozni. Jó, de nem is tudunk támadni, ahova nem tudunk menni. Ezúttal sikerült plusszal támadnunk. Innen azt mondja, hogy jobb a helyzet. És akkor kettő. Ha kikergetjük, akkor megyünk utánuk persze. Aha, tehát a kettőből egy lett. A fix kettőből. Egy jó eredmény, de hát így tudjuk áttörni, ha más nincs. És akkor elvileg a felderítő gépek még. Az egy kis öngyilkos akció lenne, inkább gyógyulj. Azzal jobban járok. Látom, ezek nagyobb részt üres városok, amihez csak be kell sétálni a pacinak.
Helyes. Hát gondoltam, hogy oda támad, nem örülök, de gondoltam. Mondjuk hármat ütött vissza. Akkor megérte. A kérdés, hogy meddig mentek el azok a pacik. Egy csere. Nem sokat segít rajtatok. Ez így megkezd nem jól kijönni. Ó, ő visszajön. Helyes, helyes. Örömmel látom. Ez miért vesztette el az XP-jét, meg a repülőinek egy részét? Mert ezt én 9-szer raktam le. Na mindegy. És ezt meg szintén 10-szer raktam le. Nem teljesen tiszta az nekem. Ezek a repülőhelyzetek. Na hát így alakult. Igazából fölvonulhat. Hát nem is tudom, nem. Ez inkább töltsön akkor most. Az meg szintén töltsön. Kicsit sokat vesztett, de lehet, hogy itt valami random ilyen partizán akciókat számol ezzel. Vagy nem is tudom miért. Most nagyon úgy láttam, hogy random embereket vesztettünk. Különösebb indok nélkül. Tudjuk téged is tölteni, rendben. Oké, legalább látjuk, merre vannak. Jobb híján. Ó, oh. Miért ilyen rossz az én arányom erre? Aha, tehát a felderítőtől láttuk, hogy üres az a város. De volt benne. Tehát a felderítőt azt nem poénból küldtem, hogy erre. Gondoltam volna. De a játék úgy véli, hogy poénból küldtem. Ez most tök fölösleges volt drágát fizetni bele. Ebbe. Hát ha visszahúzódik. Hát ha támad.
No. Hát nem örülök, hogy ennyire macerás itt minden mezőért küzdeni. Oké, van még egy. Továbbra is azt mutatja, hogy itt nincsenek egységek, de hát ezek szerint ebben nem bízhatunk. A továbbiakban. Mert az üres városból kijött egy gyalog. Oké, megnyugtató, hogy egyszerűen nem igaz, amit ír. Látjuk, hogy üres, majd kijön belőle a gyalog. Hármat. És finomkodott. Egyet a tüzérség, csak úgy. És utána még egy 2-0-át. Hát ez... az szimpi. És lehetne, csak nem. Tehát a fél XP-t azt elbuktuk ebből valahogy, misztikus módon. A vadászomból. He? Ilyenkor most mit látom benne. Amikor rámegyek, akkor azt mondja, hogy nincs. Minden oké. Kimondottan szeretem az ilyen hozzáállást. Mindegy, ezeket le kell szedni. Előbb-utóbb valakinek. Viszont fölösleges lenne oda bemennünk. Hát az ott nem opció, hogy én ott valahol átsusmákolok. Kéne egy felderítőgép, legalább nyomokban. Hát mondjuk idáig tudtam volna jönni, ami szintén nem jó. Szintén nem elég. Remek! No. A tüzérség az megszáguljon. Annak feladata van. Megint elsompolyog, bár gondolom majd vissza fog jönni. Aki tudja. Becseréli magát. Legalább megtámadja. Nem, az majdnem hasznos lett volna. Jó, egy lágy hármas sebzés, csak úgy. De ezért inkább üresen hagyja a városokat is, ugye? Csak hogy üsse őket.
csak hogy üthesse őket. Oké, gondolom majd most jön az a móka, hogy körbekeríti. Törzsd, törzsd, törzsd. Hát... nem jó. De még mindig jobb, ha haladunk. Mint ha nem. Azt hiszem. Jó. Igazából tudnánk venni még egy felderítőt, de mondjuk sok teteje nem lenne. Azzal annyival nem vagyunk előrébb. Mondjuk kettő megvan a háromból. És ez sincs már olyan rossz helyzetben. Aztán meg azt a két várost. Hát húzós, mert ugye ezt elvileg ennek a csapatnak kell majd. Vagy ketté kell osztanom a saját erőimet, ami nem igazán alkalmas arra. Hát mondjuk a három nagy tank az alkalmas rá, az tud áttörni. Csak macerásan. És hát nagyon jó lenne levadászni a röplőt mi hamarabb, igen, ezt sejtettem. Itt most bohóckodik az elvágással. A 2-3 az nem egy rossz harc. Kettő. Kérdés, hogy mibe kerül neki. Egybe, úgy nem jó. Úgy nem jó. Na, egy jó dobást kérünk, nem lett meg. Természetesen nem lett meg, inkább így mondhatnám. Hát az 1-1 az nem olyan rossz. Esetleg megpróbálunk átmászni a vizen. Esetleg. Épp sehova nem ér el. Ez zseniális.
Oké, pacit, kivadáztuk. Nem? Persze, hogy nem. Mert vissza is vonulhattál volna. De nem. Ó. Oh. És akkor kicsit megpiszkáljuk ezt a egységet végre. Remek, kezdünk ott valamit haladni. Nem kapkodjuk el, de haladgatunk valamit. Aztán még egy kört lefutunk. És azzal zárunk mára. Hát itt egyelőre túlélte a paci, úgyhogy annyira nem nagy baj. Hadd rohangáljanak azok a lovasságok. Az lassan-lassan fogy. Kettő-kettő. Ez egy érdekes kérdés, mert drágán, de át lehetne mászni itt. Hasonlóan, mint itt. Na, ez volt a reménybeli, hogy át tudunk menni. Átenged. És akkor hirtelen nagyon más lett a helyzet itt. Hirtelen egyáltalán nem annyira extrém, hogy itt. Mi győzünk. Ezek meg gyógyuljanak ötöt, azért az a jobb opció. Azt hiszem. Ki van még? Bombázunk. Ja, mert ott van a légvédelem. Ennyire nem tudunk értelmes támadást végrehajtani? Ez a vadász, de ja, hogy az...
Leszette csak drágán. A másik egy... Ott van, ott van. Kiszedtük. Ott a mi kis egységünk. Hát ez nem is kérdés, hogy hova megy. A légiharc bónuszok. Nem is kevés. Na, maradt még egy pici, de nem sok. Mi van még itt? Hát egy felderítőnk, de az... Az sokat nem számít, mert... Na, hát innen fogjuk folytatni legközelebb. Ezt a várost körbevettük, ezt a reptert mindjárt megszerezzük, és akkor le tudnak majd szállni a repülőink. Egy csapat innen igazából felszámolja ezt. Nem kell olyan sok, talán egy tankot küldünk, hogy gyorsítsuk. Aztán hát ez a csapat itt ezen végig tud haladni majd. És ez a csapat meg mondjuk az egyik tank meg némi gyaloggal az elindul majd ide. Bár igazából a nagy tank meg a kis tank együtt az körülbelül elég, ha ezt a dzsumbújt felszámoljuk. Ennyi.